szeretnék nektek segíteni egy kicsit, nektek, akiket bántalmaznak, főleg a szóbeli bántalmazás áldozata vagy. Ma is volt dolgom egy-két trollal. Hát igen, a trolloknak is megvan a maguk haszna. A trolloknak és a bántalmazó embereknek. Bármikor felbukkannak, akár nálam, akár páromnál, Tibornál, annak mindig van annyi haszna, hogy akkor eszembe juttatnak dolgokat, és ihletet adnak arra, hogy beszéljek erről a témáról. Tehát az ő tevékenységüknek is van haszna, ha más nem, akkor ennyi. Sziasztok! Aki nem ismerne, annak gyorsan bemutatkozom. Antal Judit vagyok, asszertív kommunikáció coach és a Szabadság Mozgalom egyik vezetője. Igen, ma is, amikor felbukkant ez az illető troll, mindjárt el fogom mesélni, hogy mi történt, belegondoltam, és újra felbukkant bennem az, ami hát amúgy is gyakran eszembe jut, hát amúgy is ugye ezzel foglalkozom, de most újra felbukkant bennem. Ilyenkor, amikor belegondolok és beleérzek, hogy mennyi ember van, aki még áldozatul esik az ilyeneknek, és bedől, és az a fájdalom, amit ezek tudnak okozni. És amikor ebbe belegondolok, akkor újra hát ihletet kapok, hogy akkor segítsek. Úgyhogy most figyelj jól, mert akár tájékozott vagy már bántalmazás ügyben, akár nem, akár kezdő vagy ezen a területen, akár nem, akár még áldozat vagy, még javában benne vagy egy ilyen bántalmazó helyzetben áldozatként, akár már esetleg jössz ki belőle, vagy már kijöttél belőle, mindenképpen hasznodra lehet, amit itt elmondok. Na, ez a konkrét eset, történetesen a Szabadság Mozgalom csoportban történt meg, illetve a Szabadság Mozgalom támogatói, ugye ez a csoport neve, ugye eleve már a csoport neve, ugye azt feltételezi, hogy aki oda jön, az azért jön oda, mert szeretné legalább megismerni a mozgalmat, illetve támogatni, hát ugye ez lenne a logikus. Ennek ellenére mindig tele vagyunk trollokkal, mindig jönnek oda. Természetesen, hát ugye az egészet nem fogom most elmondani, mert hosszú, de odaírta nekem az illető, nő, ráadásul, több dolgot is, de most csak egy dolgot emelnék ki, odaírta nekem, hogy úgy nézel ki, mint egy alkoholista. Hát ugye öreg róka vagyok már, ami a szóbeli bántalmazást illeti, tehát az ilyeneknek már nem dőlök be, nem lehet engem már ezzel hülyíteni. Úgyhogy kapásból tudtam, hogy igen, akkor ezek szerint egy tipikus bántalmazóról van szó, illetve trollról, az ilyenek nagyon remekül működnek, mint troll, online troll, és hát a való életben is ezek az ilyen emberek, annyira könnyű őket felismerni, hogy elképesztő, hát hogyha egy kicsit gyakorlott vagy, akkor már egyből abban a pillanatban látom, hogy na, ez egy olyan ember, aki ebben leli örömét, hogy másoknak fájdalmat okoz, másoknak oda teszi a tüskét, másoknak beleülteti a bogarat a fülébe negatív értelemben, az én képük rombolása céljából. Írtak már nekem, hát az ilyen emberek írtak már nekem annyi mindent, hát ugye szem előtt vagyok, sokan látnak. Nagy számok törvénye alapján is lehetetlen, hogy ne forduljon elő, hogy ilyenek felbukkanjanak, és vannak ilyenek férfiak is, vannak bőven, de az még érdekesebb, bizonyos értelemben még érdekesebb, amikor nő mondja egy másik nőnek az ilyeneket, meg hogy dagat. Odaírja nekem, hogy dagad, meg miket is volt olyan, hogy odaírták, hogy 60 évesnek nézel ki, meg tudjátok, ezek a durva sértések, amik ugye eleve megdöbbentő, hogy egy nő írja oda egy másik nőnek, most már én már tényleg föl se veszem ezeket azért, mert egyrészt ugye kettő dolog szükséges ehhez, az egyik. Az egyik az, hogy azonnal felismert, hogy ez egy bántalmazó, és azt élvezi, hogy másoknak fájdalmat okoz, ha ez neki sikerül, neki az az élvezet. Ez az egyik dolog. A másik dolog, nekem az én képem rendben van. Tehát én tisztában vagyok magammal, abszolút. Tehát engem nem lehet ilyenekkel megzavarni, nem lehet ilyenekkel fájdalmat okozni, nem lehet ilyenekkel felbosszantani, hogy ilyeneket odaírnak, hogy bármit a külsőmre, hogy csúnya, vagy az intelligenciámra, hogy esetleg buta vagyok, vagy bármilyen. Ugye minden ilyet megkaptam már, férfiaktól is, nőktől is, de mondom, most ezt kimondottan ezt szerettem volna kiemelni, hogy ez amikor egyik nő a másiknak ilyeneket odaír, hogy csúnya, vagy dagat, vagy mint ez a mai szöveg, hogy úgy nézel ki, mint egy alkoholista, meg ilyenek. Szóval, mivel én tisztában vagyok magammal, és rendben van az én képem, megvan a megfelelő magabiztosságom, harmóniában vagyok, rendben vagyok saját magammal, engem ilyenekkel már nem lehet hülyíteni. Viszont tudom, hogy a legtöbb ember ilyenkor ilyet odaírnak neki, hogy úgy nézel ki, mint egy alkoholista, szalad a fürdőszobába, és nézi a tükörbe, úristen, tényleg így nézek ki, hú,
vagy megnézi a profilképét, hogy lehet, hogy a profilképemben tényleg úgy nézek ki, úristen, és tényleg elgondolkodik rajta. És ezek meg pont ezt élvezik, imádják, egyszerűen imádják. Elég sokat tanulmányoztam ezt a témát, mert megfigyeltem ezeket az embereket, tehát gyakorlatilag egy 20 éve legalább figyelem már ezeket az embereket, 15-16 éve legalább, hogy így konkrétan, szisztematikusan elkezdtem tanulmányozni a bántalmazás témakörét, a narcizmus és ami ugye ehhez kapcsolódik, trollok, ezeknek a lelkülete, miért viselkednek úgy, stb. Tehát ezeket a dolgokat akkor kezdtem kutatni, és azóta is elég intenzíven foglalkozom ezzel, úgyhogy tudom, és ha te is foglalkozol ezzel, akkor biztos, hogy már tudod, hogy ezek élvezik, tehát azt imádják, amikor sikerül a másik embernek fájdalmat okozni. És biztos vagyok benne, hogy ez az illető is, aki ma ezt ideírta nekem, ez neki nagyon jól bevált. Ez neki nagyon jól bevált, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó másik emberrel is már ugyanezt így előadta, hogy oda nyomta neki, oda lökte, oda szúrta. Ezek ilyen szurkálódások, ugye, hogy úgy nézel ki, mint egy alkoholista. És biztos vagyok benne, egy csomó ember ezt így, ha nem is hiszi el, de úgy beülteti neki a bogarat a fülébe, hogy úgy mondjam, és már is hozzájárul, és egy csomó ember esetében nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy negatív énképe legyen, és ehhez szükséges az, amit az előbb említettem, hogy már alapból legyen egy valamennyi önbizalom hiánya, egy negatív énképe, és sajnos a legtöbb embernek borzalmas, hogy milyen rossz, milyen negatív képe van önmagáról, borzalmas állapotban van az önbecsülése, az önbizalma, és hát az ilyenek pont ezt használják ki. Hát nálam nem volt szerencséje az illetőnek, mert nekem rendben van az én képem, az önmagamról alkotott képem, én harmóniában vagyok magammal, jóban vagyok magammal, tehát velem nem tudják már ezt megcsinálni, hogy ilyenekkel fájdalmat okoznak. Egészen más kérdés az, amikor például hazugságokat írnak, és úgy rágalmaznak minket, ugye Tibort és engem, hogy azzal olyan károkat okoznak, hogy az igazság nem jut el más emberekhez. És annak súlyos következményei vannak tömegekre nézve. Értitek? Tehát amikor felbosszant, akkor annak ez az oka, nem a saját önérzetem. És hát pont ez a veszte. Pont ez a veszte az ilyen embereknek, hogy rajtunk nem találnak fogást, na de pont erről van itt szó, hogy rajtatok viszont, nagyon sok más emberen viszont igenis találnak fogást, és szeretnélek most figyelmeztetni, hogy ne kezd el nekem ideírni, hogy engem már nem érdekel, meg én már nem foglalkozom ezekkel, meg én már csak röhögök ezeken. Amikor ilyen kommenteket olvasok, hogy én már csak röhögök ezeken, meg már nem is foglalkozom, meg se érint, nekem rögtön a vészcsengő olyankor megszólal itt a fejemben, átvitt értelemben, nem hallok csengő hangokat, még miért értenétek, nincs ilyen problémám, átvitt értelemben rögtön megszólal a vészcsengő, és tudom, hogy nagyon sok ember, sajnálom, de ki kell mondani, önbecsapásban él ilyen szempontból. Tehát lehet, hogy te azt mondod magadnak, hogy én már nem foglalkozom meg, már csak röhögök ezeken. Legyen eleve az, hogy ezt így leírod, az már sejteti, hogy ott mélyen belül igenis foglalkozol vele. Nézd, nincs ezzel semmi baj. Tehát ezzel nem kell szégyelni magadat. A legtöbb ember borzalmas állapotban van, ami az én képét, az önbecsülését, az önbizalmát illeti, az önmaga szeretete, az önmagával való harmónia, az is szinte nem létező. Na de ezen csak úgy tudsz segíteni, ha ezzel szembenézel. Most ezzel a videóval nem fogom tudni itt percek alatt fölépíteni az önbecsülésedet, meg az önbizalmadat. Nagyon sok emberrel dolgozom ezen egyénileg. Úgyhogy ha kíváncsi vagy erre, hogy ez hogy megy, akkor írj privátban. Jó, és akkor beszélünk erről. De bízom benne, hogy ez a videó is elültet egy-két pozitív bogarat a füledben, ugye a troll, meg a bántalmazó is próbálja elültetni a bogarat, meg a negatív magot benned, én meg a pozitív magot, vagy pozitív bogarat a füledben, vagy hogy is fogalmazom, érted, hogy mit akarok ugye mondani, tehát magokat vetek, és bízom benne, hogy azok a magok jó talajra kerülnek nálad, és szépen kicsiráznak, és gyümölcsöt teremnek számodra. Tehát ez ennyi akar lenni ez a videó, és így is bízom benne, hogy nagyon sokat segít. Tehát ez a kettő dolog, amit meg kell értened, az ilyen bántalmazók esetében, amikor úgy odaszurkálnak neked így dolgokat a külsőddel kapcsolatban, vagy bármi más tulajdonságoddal kapcsolatban, amikor el akarják veled hitetni, hogy csúnya vagy túl nagy az orrod, vagy túl nagy a feneked, vagy bármilyen hülyeségeket,
vagy az intelligenciáddal kapcsolatban, tehát hogy buta vagy műveletlen, vagy bármi ilyesmi, akkor rögtön tud, hogy ez egy bántalmazó, és ő neki az az öröm, hogyha neked sikerül fájdalmat okoznia. És az ilyen embereket jó, ha elkerülöd nagy évben, tudom, vannak olyan szituációk, amikor nem tudod, mert vagy együtt dolgozol vele, vagy családtag, rokon, ilyesmi, akkor is megvan a módja annak, hogy valamilyen módon leépítsd. Ugye ezer módja van ennek, hogy minél kevesebbet érintkezz vele, de a legeslegfontosabb, hogy az önbizalmadat, az önmagaddal való kapcsolatodat, az én képedet, és minden, ami én és ön azzal kapcsolatban, gyógyítsd, harmonizáld. Azt is le kell szögezni, hogy ez segítség nélkül nem megy. Ez egyedül nem megy. Egy csomó mindent meg tudsz magad is csinálni, de kell, hogy valaki fogja a kezedet, kell, hogy legyen támogatás, ez óriási szükség van arra, hogy meg legyen a megfelelő támogatás, és igen, ez itt a reklám helye, szólj, írj, kérdezz rá privátban. Még annyit az önbizalom és önbecsülés és én kép témához, hogy például ugye említettem ezt, hogy mikor a troll, amikor a bántalmazó odaírja, vagy esetleg a való életben mondogatja neked, hogy nem tudom, hogy túl nagy a feneked, vagy dagat, vagy túl sok a ráncod, vagy bármi ilyet, tényleg bármi ilyet, ami külsődre vonatkozik, és hogyha te úgy érzed, hogy abban bármi igazság van, mert mondjuk esetleg tényleg van rajtad valamennyi felesleges súly, vagy bármi ilyesmi, amiben tényleg esetleg van valami, vagy mondjuk a műveltségeddel kapcsolatban, hogy nem vagy túl művelt, vagy ilyesmi, hogyha tényleg érzed, hogy valami igazság van ebben, amit mond, akkor azt használd fel arra, hogy megvizsgáld, hogy te mennyire fogadod el magad. És egy kettős dolog, hogy egyrészt igenis meg kell, hogy legyen benned az, hogy szeresd és fogadd el önmagadat úgy, ahogy vagy, de ugyanakkor legyél hajlandó fejleszteni is magadon. Hú, ez is egy óriási téma, ezt sem fogom tudni teljes mértékben kifejteni. Csak röviden, jó? Tényleg csak röviden. Tehát igenis szükséges az, hogy fejlesszük magunkat, én is fejlesztek magam minden téren. Na de ahhoz, hogy fejleszd magad, ahhoz nem szükséges, hogy kritizáld vagy utáld magadat. Egy óriási tévhit, hogy kritizálni, utálni, megvetni kell önmagadat ahhoz, hogy tudj fejlődni. Épp ellenkezőleg. Ahhoz, hogy a esetlegesen nem kívánatos tulajdonságaidat meg tud változtatni, illetve fejleszteni tudj magadon, ahhoz pont, hogy az önelfogadás szükséges. Most ez lehet, hogy paradoxnak hangzik, de másképp nem megy. Nem tudod beleutálni, vagy bele szégyeníteni magadat egy jobb helyzetbe, vagy fejlődésbe, mert nem fogsz fejlődni, vagy talán fogsz fejlődni, de elmélyül az önutálatod, elmélyül benned a szégyen, meg ezek a rossz érzések, amik úgyis megtermik a maguk nem kívánatos gyümölcsét, azaz valami még rosszabb lesz. Tehát vagy az egészséged fog romlani, valami romlani fog. Tehát valahogy ez kijön, valahol ez visszaüt. Tehát mindenképp el kell érned, hogy szeresd és elfogad magad úgy, ahogy vagy, a plusz kilóiddal, vagy a bármilyen más hibáddal, vagy bármicsodáddal, akármicsodáddal együtt, úgy szeresd magadat, ahogy vagy. Mondok egy személyes példát. Volt egy időszak, amikor igencsak volt rajtam egy olyan 10-valahány kiló plusz kiló, és az úgy meg is látszott, meg éreztem is, de bizonyos értelemben nem volt nekem semmi gondom ezzel. Tehát én el voltam úgy. Tisztában voltam azzal, hogy úgyis szép vagyok, meg vonzó. Hát legalábbis a párom számára, és mások számára, de ez nem tud érdekelni, hogy kinek a számára vagyok vonzó, és kinek a számára nem. A párom számára az voltam úgy is. Én önmagamat szerettem, elfogadtam úgy, hogy voltam. Tökéletes volt az élet úgy is. Leszámítva azt, hogy elkezdtem észrevenni, hogy az egészségemnek nem jó, olyan kényelmetlen érzi magát a testem, jelezte a testem, hogy az a plusz 10-valahány kiló az úgy nem jó neki, érted? És akkor, és azért, tehát a saját egészségem és a jó közérzetem javítása, illetve a mozgékonyságom és az erőllétem javítása érdekében nekiálltam, és szépen leadtam azt a plusz 11-2 kilót, 13-14 is lehetett, nem tudom, minden, annyira nem számolgatom, mert tényleg annyira nem, hogy is mondjam, nem vagyok ennek a megszállottja, de úgy elkezdtem érezni, na ez azért már kicsit sok, és akkor elkezdtem dolgozni rajta. Hogyan? Szeretettel, elfogadással, tehát úgy. Eleve az volt az alap hozzáállás, hogy jó vagyok úgy, ahogy vagyok, de lehet még ennél jobb is. És szeretettel, jókedvel, örömmel megcsináltam, és
Például egy ilyen dolog, de még sorolhatnám, nagyon sok más személyes példa is van, ami által hát javítottam, vagy fejlesztettem magamon, ami által fejlesztettem magamat. Csomó példát mondhatnék a belső dolgokra, tudásra, viselkedésre, ilyen dolgokra. Mondhatnám a külsőmmel kapcsolatban is a különféle fejlesztéseket, de mind-mind ezzel az alapkiindulással, hogy szeretet, elfogadás. Mert ugye sajnos legtöbb betegben pont az ellenkezője van ennek, és megint szeretnélek figyelmeztetni, hogy ne csináld ezt a, engem nem érdekel, meg jól el vagyok így magam, biztos? Tehát kérdezd meg magadtól, nagyon őszintén kérdezel, és nagyon őszintén nézd magadba, hogy biztos úgy van-e, hogy téged már nem érdekel, hogyha neked beszólnak, vagy bántanak, vagy nem foglalkozol vele. Tényleg úgy van, mert ha csak elnyomod, elfojtod magadban, az a pont az ellenkezőjét éred el megint csak. Tehát egy radikális őszintesség szükséges önmagadhoz, és szükséges az, hogy megenged magadnak, hogy átérezd, hogyha a trollnak vagy bántalmazónak sikerült fájdalmat okozni, azt igenis engedd meg magadnak, hogy átérezd, hogy szembenézz vele, hogy úgy tudd, hogy egyáltalán milyen érzések zajlanak benned. Ugye ez a másik, hogy sok ember azt se tudja, milyen érzések zajlanak egyáltalán benne, mert annyira megszokta, hogy elfújtja, elnyomja a saját érzéseit. Egyszerűen tragédia, hogy mi zajlik ezzel kapcsolatban a mai világban. De hát ez van. Úgyhogy én ezzel szeretnék neked segíteni. Ez az egyik nagyon fontos dolog, amit meg kell tenned, hogy igenis szembenézni az érzéseidet, tudomásul venni, hogy olyan érzések vannak benned, amilyenek, azokkal szembenézni, akkor tudod elkezdeni gyógyítani őket. A másik, amit tudnod kell, ami nagyon fontos, hogy önmagad elfogadása, önmagad szeretete, és egy pozitív énkép, ami elengedhetetlenül szükséges bármi pozitív változáshoz, illetve ahhoz, hogy egy jó életet tudj élni, hogy egy minél magasabb szintű életed, vagy minél magasabb életminőséged legyen, hogy egy igazán minőségi életet tudj élni, mondjuk így. Ez a másik dolog, a harmadik meg az, hogy ismerd fel ezeket az embereket, vedd észre, tehát amikor bántanak, akkor... Hát amennyire tudod, ne add meg azt az örömöt neki, amit ő keres, hogy fájdalmat tudjon neked okozni. Tudd. És már eleve azzal, hogy tudod, hogy felismered azt az embert, hogy észreveszed, hogy ja, hát ez egy bántalmazó típus, valószínűleg narcisztikus, vagy pszichopata, vagy valami ilyesmi, mindegy. Nem diagnosztizálunk, mert ugye nem pszichiáterek vagyunk, ha csak nem vagy pszichiáter, ugye, akkor nem az a dolgot, hogy diagnosztizálj, hanem hogy megvédd magadat. Elég az neked, hogyha észreveszed, hogy ez egy bántalmazó típus, aki azt élvezi, hogy másoknak fájdalmat tud okozni, mert ő neki ez jelenti az élvezetet, és még ha esetleg van bármi igazság is abban, amit mond, azt ne tudja felhasználni arra, hogy magának örömöt okozzon, viszont te használd fel arra, ezt az alkalmat, tekintsd ezt egy lehetőségnek arra, hogy önmagaddal szembenéz, a saját érzéseiddel szembenéz azzal, hogy esetleg nincs meg a megfelelő pozitív énképet, hogy szembenéz azzal, hogy nem fogadod el magadat, hogy szembenéz azzal, hogy nem szereted önmagadat úgy, ahogy vagy. Felismerd, hogy igen, ez egy probléma, és akkor ilyen értelemben a trollnak, vagy nárcinak, vagy bántalmazónak a viselkedésének haszna lehet számodra is, ahogy az elején elmondtam, hogy ezen emberek, ahogy viselkednek, ahogy megnyilvánulnak, annak haszna is van, mert adtak ihletet arra, hogy most elkészítsem ezt a videót, legyen haszna számodra is ennek a viselkedésnek. Vedd hasznát, és úgy tudod hasznát venni, hogy ezt egy alkalomnak, egy lehetőségnek tekinted arra, hogy szembenézz azzal, hogy milyen érzések vannak benned, hogyan viszonyulsz önmagadhoz. Ez egy tök jó lehetőség erre. Kiváló, szuper lehetőség arra, hogy szembenézz azzal, hogy milyen érzések vannak benned, hogy szembenézz azzal, hogy nem szereted és fogadod el önmagadat olyannak, amilyen vagy, hogy észreveled a problémát, szembenézz vele, és elkezd lépéseket tenni annak érdekében, hogy megold ezt a problémát. Na, így is úgy is szuper, így is úgy is jó, így is úgy is pozitív. Így van? Abban az esetben, hogyha nem úgy reagálsz, hogy elfojtod, elnyomod, meg megpróbálod elhitetni magaddal, hogy téged ez nem is érdekel, meg téged meg se érint, meg már bevetted a leszom tablettát, ugye, amit szoktak ilyenkor mondani. Vigyázz ezekkel nagyon, újra figyelmeztetnélek, vigyázz ezekkel nagyon, ne hitegesd magadat. Nézz szembe őszintén azzal, hogy ha vannak olyan érzéseid, amilyenek, hogy megbántottál, hogy fáj, hogy sikerült neki beleültetni a füledbe a negatív bogarat. És ha sikerült, akkor az azt jelenti, hogy már eleve van egy negatív énképed, már eleve van egy
nem túl jó énképed, már eleve van benned önutálat, önmagad megvetése, önbizalomhiány és hasonlók. Ismerd el ezt őszintén, és hogyha őszintén ezt megteszed, akkor el tudsz kezdeni lépéseket tenni arra, hogy felépítsd magad, és hogy minél előbb azok közé, az emberek közé tartozz, akiket tényleg meg se érint az, amikor elkezdenek ilyeneket mondani rád, ilyen negatív kifejezéseket, hogy úgy nézel ki, mint mit tudom én, ez az amaz, bármilyen, vagy az intelligenciádra, a viselkedésedre bármi negatívumot mondanak. Tehát azok közé, az emberek közé tartozz, akiket tényleg ez meg se érint, és akik azonnal felismerik, hogy ja, ez egy bántalmazó, jó, nincs vele dolgom, elkerülöm nagy évben, tanulok az esetből, segítek másoknak, magabiztos vagyok, szeretem magam, nem tud megérinteni se, nem bizonytalanodom el, amikor ilyen ér, hogy minél előbb az ilyen emberek közé tartoz. És még egyszer mondom, hogyha szeretnéd az én egyéni személyre szabott segítségemet ebben, akkor keress privát üzenetben. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!